Meggyőzni a lakosság jelenleg elutasító 40%-át és felkészülni a rendezői szándéknyilatkozat beadására. Szeptemberig ezeket a feladatokat szabta meg a MOBA 2024-es Budapesti Olimpia elnyerése érdekében. A munkában a 14 tagú védnöki testületnek is fontos szerepe van. A Grémiumból az egykori kézilabdakapus, hétszeres meggyőztes Rácz Marian a vendégünk. Szia, jó reggelt, kívánok. jó reggelt kívánok! Marian, te hogyan kerültél ebbe a testületbe? Hogy verbúbálódott téged? Ki kért föl? Borkai Zsolt mobelnök megtisztelő felkérésére vállaltam el ezt a feladatot, és hát úgy tudom, hogy valamennyinket ő keresett meg személyesen. No, és az látszik abból is, hogy a héten itt volt az elnök úr nálunk, amiket elmondott, hogy itt van feladat, bőven, szóval ez nem egy ilyen jópofa dísztestületnek jött létre, hogy akkor jó nevű egykori sportolókat, meg üzletembereket összeráncsunk, és akkor legyen valami kis fityula rajta, hanem lesz dolgotok, mi lesz a dolgotok igazából? Egy feszített tempó van szeptemberig. Igen, hát elég feszített tempó, Ö, gyakorlatilag január elején kezdtük meg a munkát, két hetente ülésezik a védnöki testület. Eddig a legfontosabb feladat az volt, hogy a mobi rendkívül közgyűlését előkészítsük arra, hogy két beszámoló Schmidt Pál elnök úr számolt be a monakói legutóbbi nobülésről, illetve dr. Binet Gusztáv gazdasági szakember beszámolóját hallgattuk meg, és ezután döntött gyakorlatilag egyhangon egy ellenszavazattal a Magyar Olimpiai Bizottság küldött közgyűlése, hogy a pályázatot, tehát a rendezésnek a pályázatát ö, 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 igennel ö, engedi tovább, és zöld utat ad a további, a, további lehetőségekhez. Na most innentől kezdve a, a, mi a menetrend a testületnél, tehát mi a, miben számítanak leginkább rátok, és mi lesz a feladatotok? Hát a legfontosabb feladat, amit együttetően megfogalmaztunk, az, hogy egy felelősségteljes tájékoztatást, transzparens, Gazdasági és olyan válaszokra világos, egyértelmű, átlátható lehetőségeket adjunk, ami meggyőzi bármelyik társadalmi réteget arról, hogy itt komoly munka folyik, illetve egy olyan lehetőség előtt állunk, ami nem csak költséghatékonyságban, hanem utóhasznosításban is lehetőséget ad nem csak az olimpián résztvevőknek, hanem az, azután itt maradó, fenntartható létesítmény hasznosításban résztvevő szakembernek és a civil társadalomnak is. Na most a legelső nyilvánvalóan az, hogy el kell magyarázni a közvélemény számára, hogy mit jelent az olimpiai fordulat, mit jelent az agenda 2020, tehát mit jelent az az új koncepció, ami aminek a jegyében nem olyan olimpiák lennének a jövőben, amit eddig olimpiának ismertük meg, és ami miatt sokan nyilván berzenkednek, hogy írtózatos költségek vannak, rázódul, egy hatalmas tömeg néhány hétre, egy hónapra egy városra, aztán ott marad minden, és nem lehet tovább hasznosítani semmit. De ezek a, a mob tervei szerint nem ilyen olimpiák, a mob szerint nem ilyen olimpiák lennének. Igen, hát mindaz, amit felsoroltál, nagyon, nagyon jól látják azokat a vagy mutatják be azokat az averziókat, ami az eddigi olimpiai rendezés során felvetődtek, és sajnos reális negatív visszhangokat keltettek. Tomás Bach vezetésével a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Monakói ülésén ebben az említett Agenda 2020 programban gyakorlatilag egy költséghatékony olimpiát gondolnak 2024-től megrendezni, tehát ilyen olimpiákat gyakorlatilag az itt meglévő újra szabályozás, az olimpiai rendezéssel kapcsolatos újra szabályozások, amelyeknek a fókuszában a már meglévő létesítményekre való olimpiának a rendezése. Tehát nem az, hogy marhadrága új stadionok tömegét Igen. hozunk fel. Bocsáss meg, arra vagyok kíváncsi, hogy hát te jól ismered az olimpiákat, voltál Igen. résztvevő, jól is szerepeltél. Neked ott a saját olimpiáidon, a saját élményeidnél mi volt az, ami feltűnt, amit mondjuk, hogyha most a szemed előtt lebeg, egy esetleges budapesti olimpián nem szeretnél látni. Ezek az ilyen nagy, grandiózus túlzások. <laughs> Igen, hát a távolságok, illetve a közlekedés. Például. Ami, ami hát olyan volt Barcelonába is, illetve Sydneyben is, hogy, hogy, hatalmas távolságok voltak. Az edzésekre való eljutás az bonyolult volt, és hát főleg Sydneybe ugye az aklimatizálódás miatt hamarabb kellett elmennünk, és ott bizony a olimpiai falunak a, a olimpiát megelőző élete kicsit Ö, ö, nem volt teljesen rugalmas, és hát ott egy-két napig ö, ö, be kellett úgy lakni, ö, megismerni a szál, szolgáltatásokat a olimpiai faluban, és hát ha csak Szidnire gondolok, az olyan, hogy maga a magyar csapat konténerházakban lakott. És visszatérve az Ágenda 20-20 program, programra, gyakorlatilag a költséghatékonyság építészeti megoldásokra is gondolt. Tehát olyan, hogy... hogy visszabontható, vagy teljesen elbontható, újrahasznosítható épületeket kell fölépíteni. De nem feltétlenül konténereket, igaz? Nem feltétlenül konténereket, de ezt nem úgy kell elképzelni Sydneyben is, hogy hogy méltatlan körülmények voltak, hanem nagyon-nagyon komfortos, nyaralószerű építmények, amiben teljesen jól éreztük magunkat. tehát mm -hmm. Ezt csak azért említettem, mert valóban utána gondolom, hogy ezeket felhasználták máshova, tehát ez egy idéglenes építmény. Világos, tehát az olimpiai fal a falu aztán egy nyári tábor ilyen értelemben, igen. egy, egy igen, jó színvonalú igen. luxus igen. nyári tábor, amire utána nincsen szükség, hogyha igen. véget ér a nyári buli. Igen. Eh, az, hogy te, te, amivel találkozol a környezetedben, akikben van kétkedés, mi miatt érzel idegenkedést a, ettől a nagyszabású tervtől, tehát, hogy mi rendezünk olimpiát? Hát mindenféleképpen az utóhasznosítás, illetve... Hogy mi lesz a létesítményekkel. Igen, hogy mi lesz a létesítményekkel, de én nem erre fókuszálnék, hiszen azt gondolom, illetve hát a eddig ismereteik szerint megismerve a 2002-es megvalósíthatósági tanulmánynak a, a részleteit, amit hát most fognak aktualizálni, mindenféleképpen el kell mondani, hogy, hogy a sportlétesítményeink nagyja, az megvan, nyilván át kell tervezni, illetve egy-két csarnokot, uszodát kell építeni, amit egyébként is megépítenénk, hiszen itt lesz a vizes világbajnokság. Ezt meg lenne ugye a puskás stadion. Bizony a puskás stadion van. rekonstrukció, felújítása, áttervezése egyébként is feladat lenne, de hogyha ide veszem azt, hogy, hogy például egy 16 ezeres olimpiai falut kell építeni, ha esetleg rendeznénk, illetve a mindenkori rendező országnak egy 20 ezer fős média központot közlekedésbe, logisztikába, szolgáltatásokban, turizmusban, szállodákban, éttermekben, kórház ellátottságokban mindenféleképpen fejlődni kell, és úgy gondolom, ez Magyarországon következő 9-10 évben egyébként is Európai Uniós pályázatokkal létrejönne. Tehát ezekre a fejlesztésekre kell az olimpiát úgy ö, ö, megszerveznünk, illetve ennek a lehetőségét, az országot nem megterhelje, hanem inkább hozzáadott értéket hozzon. És ez abszolút te a NOB-nak a törekvése. A rendező ország egyébként, amit 2017 nyarán fognak klimában Igen, limában kihirdetni, az ö, a NOB-tól egyébként egymillió amerikai dollárt fog kapni a rendezésnek a, a segítségére, a szervezés segítségére, és egyébként a felkészülésben, a 2015. szeptemberében beadandó, ha odáig eljutunk, pályázat után 2016 nyarán fogják eldönteni egy szűrés alapján, hogy a 8-10 pályázó közül ki az az 5 pályázó, aki, aki valóban ebben a versenyben részt vehet. Na most egymás között nyilván sokat beszélgettek róla, meg aztán majd dolgoztak, üléseztek, éppen a nagy távolság miatt, amit mondtál, ez azt gondolod, hogy a ti koncepciótokban egyértelműen egy budapesti olimpia lesz, egy-két vidéki helyszínnel, Győr, Debrecen, és semmiképpen sem gondolkodik komolyan az ország abban, hogy mondjuk Zágrában vagy Bécssel, hogy egy neked kedves Igen. város mondjak. Szóval, hogy valamilyen társrendezői környező országot is keressen? Ö... Ez még nagyon képlékeny. Uh -huh. Gyakorlatilag az, hogy hogy az ország meg tudja rendezni, abban én biztos vagyok. Tehát, hogy egyedül Egyedül, uh -huh. illetve egyetlen egy sportág a kérdés, és ez a vadvízi elvezés, hiszen ahhoz nincsenek meg a Csaló feltételeink. Köz, Szlovákia, Igen. De Szlovákia, Ausztria, Szlovénia, szomszédos országokkal azt gondolom, hogy ez, a, ez az egyetlen sportág megoldható. Magyarországon több vidéki város, Debrecen, Győr, Szeged, Budapesten kívül, Székesfehérvár Budapesten kívül ö, abszolút -e megoldható a különböző sportágoknak a ö, megszervezése, hiszen azt ne felejtsük el, hogy az olimpiáról beszélünk, de szervesen hozzá kapcsolódik a paralimpia is. Ez azt jelenti, azt kell elképzelni, hogy a 16 napos olimpiai verseny a 28 világbajnokságnak megfelelő versenyt kell egyidejűleg lebonyolítani, illetve utána 10 napos paralimpiai verseny 22 sportágban fog versengeni egymással. Ez gyakorlatilag a 16 és 10 nap, az, az, gyakorlatilag egy hónap alatt rengeteg sok verseny fog lebonyolódni. Ennek a logisztikáját kell úgy megoldani, amiben hát nagyon remélem, hogy az eddigi külön-külön megrendezett különböző világversenyek, amelyek óriási pozitív visszhanggal voltak hazai és nemzetközi viszonylatban is, azok versenyképesé tesznek bennünket. Na most ez azt jelenti, hogy ti most akkor az országot fogjátok járni igaz. Igen. Fórumokon vesztek részt, ö, emberekkel találkoztok a, a közvéleményt ö, előtt magyarázzátok el, hogy mi, milyen is lenne ez a, Igen. Ez, a, ez a magyar olimpia. Nagyon fontos kritérium a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak, hogy a pályázó városok közül, tehát ahhoz, hogy egyáltalán a hivatos pályázatot beadjuk szeptember 15-én, még több fórumon kell végigmennünk. Borkai Zsolt elnök úr szlogenje az, hogy egy maratoni versenyen vagyunk, ami különböző etapokból áll. Most azt gondolom, hogy elrajtoltunk a MOB felhatalmazásával. Ezen kívül a Magyar Tudományos Akadémia és különböző társadalmi szervezetekhez is eljutattuk a kérésünket. Budapest közgyűlésének is rá kell bólintani, és zöld udat kell adnia ennek a kezdeményezésnek, és nyilvánvalóan a mindenkori kormánygaranciát is meg kell kapni ennek a kezdeményezésnek. Ez a feltétele annak, hogy szeptemberben egyetlen pályázni lehet. A mi feladatunk az, hogy ö, ö, egy olyan ö, társadalmi konszenzus teremtsünk, és elfogadtassuk az emberekkel, láttassuk azt a hasznot, amelyet minden magyar ember ö, magáénak érezhet, és hát a legutóbbi kutatás 60%-ot, mutatott ugye a társadalmi támogatottsággal. Ez azért nagyon fontos, mert mi, mi se, én sem szeretném a nevemet adni ahhoz, hogy ráerőltessünk egy olimpiai rendezést a, a társadalomra. Főként akkor azt nem? Legalább. Ö, igen, és az egy nagyon fontos kritérium a nobnak hogy a pályázó országok közül ö, a jelentkezésig gyakorlatilag két, ö, egy ö, független tanácsadó céget fölkérnek, és két közvéleménykutatást fognak tartani a az országban, és hogyha alacsony a társadalmi támogatottság, az kizárók. Hát lesz feladat bőven, oda fogunk rá figyelni, és akkor folytatjuk ezt a beszélgetést innen, amikor már halad előre a munka, hát a maraton mondjuk majd már a 42 km felé közelít. Köszönöm szépen, hogy itt voltam. Nagyon szépen köszönöm.